A Nemzeti Emlékezet Bizottság 2014-ben alakult meg öt taggal azért, hogy segítsék a kommunista diktatúra áldozatainak erkölcsi rehabilitálását, és megtörténjen a történelmi feldolgozás. Nem csak tudományos, hanem ismeretterjesztő szinten is. A bizottság mögött van egy hivatal, és kutatóink vannak, akik vagy foglalkoztatva vannak, mint a hivatalnak a dolgozói, vagy külsős kutatók, akik országszerte lehetőséget kapnak arra, hogy egy-egy témát, egy-egy dolgot a kommunista diktatúra időszakából feldolgozzanak. Ez a kultúrától a gazdaságig, az erőszakszervezetekig, a, a politikáig, tehát minden, minden élet útra és minden élet szegletre kiterjed. Főképp a fiatalság érdeklődésére számítanak. a mai diákokat is nem csak az ifjú generációt akarják tájékoztatni a múlt eseményeiről. A kortárs valóságot kell figyelmeztetni arra, hogy nem fordulhatnak elő ismét ezek a tragédiák. A rendszerváltás óta folyamatos a tankönyvek újrafeldolgozása, a kor értelmezése. De persze a tankönyv az unalmas, mondja a történész. Az orálhisztori, vagyis a személyes beszélgetések, interjúk sok dologra rámutatnak, melyek közel hozzák a múltat. Beszélni kell a, a háború, az első nagy nagyháború utáni időszakról, a tanácsköztárság időszakáról, hiszen a, a diktatúrának a, az első ö, szele az a tanácsköztárság idején érintette meg az országot. Beszélni kell a szovjetizálásról, hogy ez mit jelent, hogy hogy ez nem 1947-től van jelen, 48 tól van jelen az országban, hanem az első szovjet katona, hogy átlépi a magyar határt 1944. augusztusába, már onnantól megkezdődik. Beszélni kell arról is, hogy ez egy folyamat. a közelében több olyan helyszín van, melyről tudni kell. Ilyen például a sústói gyűjtőtábor, vagy a tiszalöki kényszer munkatábor. Téma lesz a kollektivizálás, a forradalom utáni megtorlások, a perek és a pártvezetők törekvései. Az arcok és könyvek sorozatban érhetik el a beszélgetést, mely szigorú és szomorú történeteket tár fel. Érdekel bennünket a történész, mert azt reméljük, hogy amikor a kezünkbe veszünk egy könyvet, akkor megjelenik előttünk maga a történész, mint ember, mint szakember is, illetve érdekel bennünket minden, ami a 20. században eddig tabu volt, és kell, hogy egy kicsit másképpen lássuk, forrás alapúan lássuk, és tudjuk értelmezni az elmúlt évtizedeket. A Megyei Levéltár Facebook oldalán február 23-ától láthatják a kisfilmet, melynek riportere kérdezője Kúybúchny doktor Mecsei Éva